Köszönöm a szót, elnök úr. Itt pár olyan kifejezés, kijelentés hangzott el, ami hát sajnos nem az én szavaimnak a helyes értelmezéséből eredt. Csak annyit szeretnék mondani a most előttem szóló kormánypárti képviselő úrnak, hogy nem az a probléma, hogy most korán vagy későn, vagy gyorsan vagy lassan, hanem az, hogy ha másfél éve ez a tragédia megtörtént, miért nincs erről a javaslat beterjesztése előtt legalább egy szakmai egyeztetés? Mert hogy ez a jogszabály, ha tetszik, ha nem, és nem érdekel, kísértődik meg, jogalkotási szempontból nem megfelelő színvonalú, nem szakértői munka, de ezt megszoktuk, ezért is mondtam, hogy a jelenlévő jogászok biztos nem ültek annál az asztalnál, ahol ez készült. Kettő, hogyha valóban, ahogy mondta Vejke Imre képviselőtársam, akit nagyon nagyra tisztelek és becsülök, 30 éve ismerem, hogy a prevenciót szolgálja, akkor pedig az a probléma, hogy egy zaklatás, vagy zaklatás, egy elzárás jogkövetkezmény egyetlen egy buszátalakítót nem fog akadályozni abban, hogy ilyet elkövessen. Hogyha én valóban meg szeretném büntetni ezeket az embereket, akkor nem egy ilyen megalázó mértékű és minőségű jogkövetkezményt helyezek el ebben a javaslatban. Akkor ezt több évre büntetem és büntetnek minősítem. És ezért mondtam el eléggé határozottan, hogy ezeket a cselekményeket, ha már mindenáron egy új tényállás bevezetésével kívánja a jövőben büntetni, akkor legalább tisztelje meg a társadalmat azzal, hogy ennek komoly jogkövetkezménye van. Ez nem komoly jogkövetkezmény. És annyit szeretnék mondani még képviselőasszony felvetésére, hogy valószínűleg nem értette a szavaimat. Mi 24 órás szolgálatban vagyunk, igenis mindig azok vagyunk, akik az országgyűlési képviselők és az állami vezetők. És miután ebben a jogszabályhelyben nincs elég szabatosan meghatározva, hogy mikor láthatja azt a zaklató, hogy össze nem egyezthető helyen és időben van-e az, ami, erre mondtam, hogy gyakorlatilag az jogértelmezésben és a joggyakorlatban probléma lesz vele. Tehát nem arról beszéltem, hogy aki megszólít a buszon, villamoson, azt én zaklatónak minősítem, vagy sem, mert épp arról beszéltem, engem bárki bárhol megszólíthat, soha nem fogom, sem eddig, sem ezután zaklatásnak tekinteni, mert arra szerződtünk, hogy meg lehessen minket szólítani. Az, ami dolgunk. Azért fizetnek minket az adófizetők. Tehát, csak azért, hogy tisztázzuk, ebben a javaslatban, és ezért javaslom, gondolják át még egyszer, hogy ne nehezítsék a joggyakorlatot azzal, hogy majd különböző bizonyítatlansági indokokkal fogják a bírák elérni azt, hogy nem fogják alkalmazni ezeket a törvényi tényállási elemeket és a feltételeket. Egyszerűen az értelmezhetetlensége és a gyakorlatba való adaptálhatatlansága miatt. Köszönöm szépen! Köszönöm, képviselő asszony!